Ő egy olyan optimista, jókedélyű hölgy, láthatják, hogy legalább egy kicsit vidámságot próbálunk ide önökhöz elhozni. És amit elfelejtettem az elején mondani, hogy ez egy igen jeles alkalomból történik ez a mai nap, ugyanis a 90. alkalommal rendezik meg az ünnepi könyvhetet. És ugye a mi könyvtárunk minden évben csatlakozik ehhez, és ugye most nagy örömünkre Szilvi lett a vendégünk, és itt tudjuk ezt a jeles eseményt megünnepelni. Úgyhogy egy nagy dolognak a részesei most itt velünk. Az ember hogyan kezdi el leírni a saját élettapasztalatát? Úgy, hogy érzem azt a motivációt, hogy szeretném másokkal megosztani, hogy esetleg szórakoztasson is másokat, vagy tanuljanak belőle, meg egy kicsit ilyen nyitottabbá váltam, mert régebben még introvertált voltam. Milyen élmények kellenek ahhoz, hogy valaki leírja a saját történeteit? Ezek pozitív vagy negatív élmények kellenek, hogy legyenek? Természetesen minden ember életében van pozitív és negatív élmény, ugyanígy az enyémben is, csak én még megpróbálom egy kicsit önironiával szemlélni a saját életemet, hogy így még szórakoztatóbb legyen. Téged Gobeline Szilvinek is hívnak, de hát itt van a kezemben egy könyv, ami hát nem öltésekkel készült, hanem feltételezem, vagy kézírással, vagy gépírással. Na, erről mit mesélnél? Ez a második könyve. Még beszélőben is meglepődtek, de az első az nincs kiadva, az a fiókba lapul, az valószínűleg ott is maradt. De miért? Azért, mert nem volt kiadó. Azt 21 éves koromban írtam, tehát már akkor volt bennem egy késztetés, hogy hát ilyen életrajzihletés, egy be nem teljesedett szerelem adta az ötletet, hogy azt én megírom. Mi volt az első történet, amit leírt, amit könyvbe vetett, és hogyan lett ebből egy egészen közel 400 oldalas kötet? Szerencsére az egész nem az én életemről szól, mert az lehet unalmas lett volna. Hát nyilván onnan kezdtem, hogy a dédszüleimnek az életéből, amiket hallottam, morzsákat, azokat próbáltam, és időrendi sorrendben, aztán ugye a szüleim, nagyszüleim, szüleim, és én, és utána az én gyerekeim. Hogyan fogadta a család ezt az ötletet? A fiaim örültek neki, a férjem is, hát a szüleim egy kicsit kétkedve, tágabb család meg nem nagyon foglalkozott ezzel. Kiadás előtt elolvasta minden családtag a könyvet? Természetesen igen, engedélyt adtak rá. És a társkeresésben való segítés, ez mennyire eredményes? Nekem minden egyes alkalom, amikor összehozok két embert, az már eredmény. De van rá sok példa? Hát, hogyha én öt párt tudok mondani, hogy már öt párt összehoztam, mert valaki azt mondta, hogy ja, csak, hát nem csak, az az öt pár, az azért boldog, mert én hozzásegítettem őket. Hát ez remek. Egyébként, amikor ezt olvastam rólad, akkor épp az jutott eszembe, hogy a könyvtárba ugye sokan járnak kölcsönözni, és hát szán elég sokan vannak azok, akik egyedülállóak. Férfiak is, hozzám kell küldeni. Épp ezen gondolkodtam, hogy a Szilvit lehet leszerződtetjük, hogy hetente egyszer jöjjön már át hozzánk, valami társkereső. Én lennék a legboldogabb, mert én elmondom őszintén, hogy 2004-ben kezdtem ezt el, a barátnőm akkor egyedül volt, és mondtam, na majd én segítek neked. És nem gondoltak abban, hogy tényleg híret is adtam fel, hogy egy klubot hozok létre. Egy évig működött ez a klub. És akkor Újvárosról is jött át egy ilyen kis csapat, hát négy vagy öt hölgy, és ott látták, hogy mi történik, így körben ültünk, olyan volt, mint egy ilyen terápia. És akkor beszélgettünk, mindenki mondja, hogy mi nyomja a lelkét, ha akar beszélni. Én közben játékokat készítettem, játszottunk, még tánc is volt, mindig amire igény. És milyen visszhangja volt a családban? Végül is tetszett nekik. Kicsit bővebben, hogy jó élmény volt visszaolvasni a saját történeteiket, vagy egy kicsit lehetett volna még színezni rajta. Mit mondtak? Azért mondtam ilyen szűkszavú, mert ők is elég szűkszavúak voltak. Tehát nem kifejezetten jellemző a családomban így ez a nagy elismerés, de pozitív volt, tudom, én láttam a szemükből. Mi lesz a következő, amit le fog írni? Hát jelenleg is dolgozom, ő egy ilyen emlékállítás, mert nekem ez a gyengém. Böszörményben volt egy család, amelyeket kiirtottak, most azon dolgozom, nem biztos, hogy ki lesz adva. Hosszabb távon, meddig szeretne még írni? Míg élek, mert most már ezt nem lehet abba hagyni. Ez mi, ez egy életforma lett? Szerintem igen. Igen. És meddig lehet ezt folytatni? Hát, amíg él az ember is, van benne ereje, meg tudja fogni a tollat. Hadd legyek a bölcsőd, mi elringat, a kis autód, mi felvidít, a könyved, miből tanulhatsz, a kabalád, mi szerencsét hoz, a bakancsod, mi helyes útra visz, a támaszod, ha bajba jutsz, de legfőképp az iránytűd, hogy megismerd őt, ki sohasem hagy egyedül.
És akkor még egy rövidebb. Icike picike, kis játékos a címe. Icike picike, már is itt ül az ölembe. Gyors a lába, nagy a szája, hova lett a labdája? Megtalálja nyomban, gólt is rúgott gyorsan. Most már jöhet a homok, csak én ne legyek ott. Nagy szám neki a motor, pillák alatt elkotor. Kedvence mégis a pipi, álmában is eteti. Imádja még a mesét, no és a hét törpikét. Aztán jön a nevetés, és az én lelkem boldog lázban ég. Féltem őt nagyon, de nem foghatom mindig karon. Azt kívánom, boldog legyen, hiszen annyira szeretem. Értette ezt, icike-picike? Segítőkész, csokis szájú, gyönyörű szép kisfiam.